Egészségügyi helyett augusztus 1-től az egészségtudományi nevet viseli immár a Debreceni Egyetem kara. A Nyíregyházán induló egészségügyi és szociális képzésekre idén is sokan jelentkeztek. Az eddigi adatok alapján több mint 350-en kezdik itt a tanévet szeptembertől. Korábbi egészségügyi karra összesen 352 hallgatót vettünk föl. A legnépszerűbb szak továbbra is a mentőtiszt szak volt, de sokan jelentkeztek védőnő és szülésznő képzésre is, illetve a levelező képzések közül pedig az ápoló képzés volt a legnépszerűbb. Nyíregyházán az ápoló, szülésznő, mentőtiszt, védőnő, egészségügyi szervező és szociális munkás alapképzéseken kívül több mesterszakot is indítanak, ezek közül a kiterjesztett hatáskörű ápoló képzési ideje másfél évről két évre nőtt. A pótfelvételére jelentkezés még nyitott. Augusztus 5-éig államilag finanszírozott helyekre is lehet pályázni. Augusztus 5-éig kell beadniuk azoknak a hallgatóknak a jelentkezési lapját, akiket sehova nem vettek föl, vagy még nem jelentkeztek az általános felvételi eljárásba, és jelenleg az orvos egészségtudományi alapképzésekre, állami ösztöndíjas helyekre is lehet jelentkezni, tehát ápolónak, szülésznőnek, védőnőnek, mentőtisztnek, egészségügyi szervezőnek rendelkezésre állnak állami ösztöndíjas helyek is. A debreceni helyszínre is van lehetőség államilag finanszírozott képzésekbe kerülni. Gyógytornász, dietetikus és népegészségügyi ellenőr szakokra péntek éjfélig még lehet jelentkezni a felvi.hu oldalon keresztül.